Ez a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Szép jó estét kívánok! Már a szerda is lassan lejár ebből a hétből, ami azt illeti, és hamarosan újra hétvége, tel is tele programokkal. Itt van például Marosvásárhelyen az Alternatív Nemzetközi Filmfesztivál, amelynek keretein belül jobbnál jobb filmeket tekinthetnek meg. Ma esti beszélgetésem is ennek a fesztiválnak köszönhető, hiszen Csúlya László filmrendező is ellátogatott az Alternatívra, így megtisztel minket a jelenlétével itt a mozaikban is. Most kapja meg a mikrofont a kollégáktól, addig pedig mi megnézzük napi rovatunkat, a Főnix konyhát. Köszöntöm a kedves nézőket! Mai adásunkban egy igen közkedvelt és minden háztartásban megtalálható alapanyagból fogunk elkészíteni egy nagyon finom és fenséges fogást, ez nem más, mint a fehér karaj, amit egy kolbászos burgonyapürével és koriander pestóval fogok feltálalni. Első lépésben előkészítjük a köretet, a megpucolt burgonyát felaprítjuk és oda tesszük főni. Ameddig a köretünk fő, a fehér karajt sózzuk, borsozzuk, császárszalonnába tekerjük, majd egy grillen elősütjük. Elkészítjük a korianderpesztót, amihez friss koriander, fokhagymát, egy kevéske olajat és sót használunk. Burgonyapürét kikavarjuk, majd pirított kolbászt és hagymát adunk hozzá. El is készült a szenzációs fogásunk minden alkotó eleme, én neki fogok tálalni. Amennyiben önök is megkívánták, térjenek be a székelyudvarhelyi Areo Hotel és étterembe, és próbálják ki november hónap folyamán. A viszontlátásra!
A 9 hónap háború egy anya-fiú történetet mesél el az ukrán-orosz fegyveres konfliktus árnyékában. Egy különleges filmről van szó, hiszen nem fikciót mutat be, hanem a nyers valóságot láthatjuk a filmvásznon. Nézzük meg együtt a film előzetesét. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Co můžeš začínat? Mám ještě na zdejšku. Na lepekutě. A na jugota. Kdo vane kis idem, akor fejlak tegedet. Hiába egy naponta egy-két percet beszélgetek, nekem annyi eske elég. Úgy hiányzik egy anyai érintés, egy anyai ölelés, egy maga jelenlétet, vagy meg tudjálak vele élni. Még hogyha veszekedni is, vagy bármi, na hát, hiányzom nagyon anya. A film rendezője van itt velem a stúdióban, Csúlya László. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban. Hát azért egy ilyen előzetes után megint nagyon nehéz megszólalni, pedig már megnéztem többször, és azt reméltem, hogy nem lesz rám ilyen hatással, de igen, és szerintem ezzel minden néző így van, akárhányszor megnézi, hát ha még a filmet is meg tudják tekinteni, és most van rá lehetőség Marosvásárhelyen. Én nagyon örülök neki, hogy bejöttél hozzánk. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy akkor ez a film hogy is született, mert szerintem mindenki kíváncsi rá, főleg azért is, mert itt említettük még a beszélgetésünk elején, hogy hát egy egészen más témával akartál foglalkozni, és mégis másképp alakult. Mi történt ott Kárpátalján, amikor elutaztál, és ha jól tudom, szellemekről akartál filmet forgatni, vagy dokumentálódni? Mi történt ott, hogy mégis úgy döntöttél, hogy nem ezzel foglalkozol? Hát ez pont akkor történt, amikor szellemekről szerettem volna egy dokumentumfilmet készíteni, amikor kitört az orosz-ukrán fegyveres konfliktus. És ahogy elutaztam Kárpátaljára, és különböző falvakba beszélgetni kezdtem, szellemekről elsősorban a helyi emberekkel, akkor azt tapasztaltam, hogy a fegyveres konfliktus az sokkal intenzívebben foglalkoztatja az embereket, sokkal inkább ott van a levegőben, mint a szellemek. És úgy döntöttem, hogy az egy olyan aktuális ügy, amivel most azonnal kell foglalkozni, és kicsit utána kerestem, és rájöttem, hogy dokumentumfilmes, elmélyült dokumentumfilmes formában nem foglalkozott vele senki, és mármint a kárpátai magyarok hogyan vesznek részt az orosz-ukrán fegyveres konfliktusban, és ezért elkezdtem kutatni, elkezdtem történeteket gyűjteni. Akkor most én a filmrendezőtől megkérdezem, hogy ez dokumentumfilmnek számít, vagy nagyjátékfilmnek, mert itt nagyon sok vita van, mert hol így jelenik meg, hol úgy. Még egyébként mielőtt megérkeztél volna is itt az egyik kollégával, beszéltük, hogy akkor majd most meg fogunk téged kérdezni. Hát ez nagyjátékfilm hosszúságú dokumentumfilm, tehát 72 perces, és én elsősorban úgy képzeltem el, amikor forgattam, hogy ezt moziban fogják megnézni a nézők. Tehát az a fajta dokumentumfilm, ami egy olyan történetet, egy olyan volumenű történetet mutat be, ami nagy vászonra kívánkozik. Igen. Ettől függetlenül természetesen volt televízióban is, már a filmet ugye tavaly mutattuk be, és most itt Marosvásárhelyen is a nagyvásznon lehet megnézni, tehát az igazi ereje teljében, formátumában. Úgy fogják itt a nézők látni, ahogy te akartad. Igen. De ebben a filmben a szereplők nem szerepeket játszanak, hanem a valóságot rögzítjük. Természetesen az önmagában, hogy mi honnan látunk, a kamera honnan mutatja, és hogy azt mi utána összevágjuk, az valamilyen módon a mi mi belenyúlunk ebbe az egészbe, de megpróbáljuk mégis minél tisztábban a valóságot közvetíteni, minél tisztábban átadni azt, hogy amit megértettünk
a család, ennek a családnak az életéből. Na most így van, és elérkeztünk azt hiszem egy nagyon jó ponthoz, a családhoz, akiket választottál. Hogy jutottál el Janiékhoz, hiszen a film főszereplője Jani, mindenki így emlegeti, mindenhol így olvasom. Jani, ő a mi főszereplőnk, hogy jutottál el hozzájuk? Amikor ezzel a témával elkezdtem foglalkozni, akkor családokhoz mentünk el, és ott beszélgettünk, és akkor elsősorban anyákkal, vagy feleségekkel, akiknek a fia vagy férje pont visszajött, vagy éppen elment. Készült, vagy elment. És akkor találkoztunk Erzsikével, Janinak a édesanyjával, aki egy nagyon nyitott volt felénk, és nagyon őszintén feltárta az érzelmeit, az ezzel kapcsolatos félelmeit, hiszen arról volt akkor szó, hogy Jani 2 hét múlva elmegy a frontra, elmegy a háborúba. És arra gondoltam, hogy ez egy olyan különleges pillanat, hogy pont éppen el tudjuk kapni azt, hogy egy fiatal, naív fiú belekerül ebbe az egész helyzetbe, talán az ösztönei hajtották bele, maga se tudta pontosan az elején, hogy miért nem menekült el, csak később fogalmazta ezt magá, meg saját magának is, hogy aztán pont el tudjuk kezdeni ezt az egész, ennek az egész folyamatnak a feltárását. Ami nagyon fontos, hogy azt mondod, hogy egy naív fiúról beszélünk, ugye élete teljén, tehát a legelején van, még talán ő se tudja, hogy kicsoda, és talán ezért is keresi azokat az utakat, amiben kiteljesedhet, vagy megerősítést nyerhet arról, hogy ő kicsoda, és bevállal egy ilyen dolgot, tehát nem egy szerepet, hanem elmegy ő egy háborúba, ahol ő az életét veszélyezteti, tehát a frontvonalon van, és mégis bevállal egy olyan dolgot, hogy ő mindezt kamerával rögzíti, vagy telefonnal, most nem tudom pontosan milyen eszközt használt ő, de hát azért ez, nem tudom, ha fogalmazhatok így tévében, nagyon durva. Tehát nem tudom, hogy ő mennyire volt nyitott, vevő arra, hogy, vagy talán nem is tudta ő, hogy ott mi fog történni. Szerintem nem tudta pontosan, hogy ez mennyire kemény, vagy hogy pontosan. Praktikusan valószínűleg tudta, de hogy ezeknek milyen érzelmi, lelki következményei vannak, az számára szerintem elvont volt, ahogy egyébként mindannyiunk számára, hiszen hál' Istennek azért a Balkánt kivéve itt az elmúlt évtizedekben nem volt háború Magyarországon se, Ukrajnában sem. Tehát ez egy elvont dolog volt, és amikor az ember megtapasztalja, akkor ez egy másik helyzet. Ez az egyik dolog. A másik dolog a mobiltelefonos felvételek. A filmnek 2 féle szerkezete van. Az egyik, amikor Jani otthon van szabadságon, akkor mi forgatunk a saját kameránkkal, viszont amikor a fronton van, akkor ő a mobiltelefonjával készít felvételeket, ahogy egyébként mindenki, igen, minden fiatal főleg, tehát ugyanúgy mobiloznak a katonák, mint ahogy az utcán is mobiloznak a haverok. Igen, csak azért itt az előzetesben látjuk, hogy éppen nagyon szorult helyzetben vannak. Hát igen. És azért itt is megy a kamera. Igen. És hiszen tudom, hogy a mai világban nagyon fontos az, hogy az emberek most már nem elégszenek meg azzal, hogy megmutatjuk, mintha, hanem végignézzük a YouTube-on és a többi csatornán azt, ahogy a terroristák, nem tudom, éppen felvették telefonon, ahogy éppen lelőnek valakit, vagy akár ennél sokkal keményebb videókat, és ezt rengetegen megnézik, tehát talán valahol ezért is erős ez a dolog, hogy most ezt tudatosan akartad, hogy ezt mutassuk meg, a valóságot, és tényleg most már az emberek erre kíváncsiak. Ez a meggyőző, vagy egyszerűen így alakult? Megtaláltad ezt a családot, és valahogy hozta magát ez a dolog, hogy ilyen formát kapjon? Hozta magát, mert eredetileg én is ilyen naívan vetettem bele magam ebbe a filmbe. Ez volt az első nagyjátékfilm, hosszúságú dokumentumfilm, amit elkezdtem készíteni. És én se gondoltam azt végig, hogy ha elmegy a seregbe, akkor azt majd hogyan fogjuk dokumentálni. És útközben alakult ez ki, hogy hát persze ott van a kezében a mobiltelefon. Akkor miért ne használhatná azt, egyébként használja is. És én erre úgy gondolok, hogy ez egy napló. Ugyanolyan napló, ahogy régen naplót írtak a katonák mondjuk az első világháborúban, hogy mi történt velük. Ez hasonló módon működik, és persze, amikor ott az életüknek a kiemelt folyamata
kiemelt eseménye van, akkor ugyanúgy rögzíti, tehát naplót vezet. Ez az egyik dolog. A másik dolog ezzel kapcsolatban, hogy én nem, nekem nem az volt a célom, hogy ennek a brutalitását mutassam meg, hanem a közvetlenségét. Tehát ezt a fajta szubjektív perspektívát, ezt a lehatárolt szűk perspektívát, hogy egy hétköznapi katona, egy közlegény hogyan látja ezt az egészet. Nem fölülről, mint egy tábornok, aki átlátja a csapatmozgásokat, hanem ő ott van, és egy rendkívül szűk perspektívában látja a világot maga körül, hiszen egy katona, egy közlegény az ott strázsál valahol, néz ki egy lyukon, és annyi. Aj, rengeteg kérdésem van még, és nem fogunk beleférni, de ami nagyon fontos, és ami így időközben, ahogy én is készültem a veled való beszélgetésre, ugrott be hirtelen, hogy de hiszen, hogyha ezek ennyire valóságos, akkor azzal is kellett számolnotok, hogy Jani esetleg nem tér vissza, vagy esetleg baleset éri, vagy mentálisan nem lesz annyira erős, hogy ezt kibírja. Mi történt volna akkor? Tehát mindez a filmprojekt akkor is megvalósult volna, akármilyen véget ért volna, vagy hát imádkoztunk, hogy Anival ne történjen semmi, mert hogy azért úgy lenne jó ez a film, hogyha ő hazajönne. Hát egyrészt természetesen nyilván, igen. És nagyon szurkoltunk igen. neki, és ez nekünk is egy komoly érzelmi tehertétel igen. volt. Tehát mi bevonottunk az ő családja életébe egy évre. Igen. Tehát folyamatosan mi is izgultunk, hogy mi lesz vele egyrészt. Ugyanakkor, amikor ezt föltettem magamnak ezt a kérdést, hogy mi történik akkor, hogyha valami komolyabb baja esik, akkor arra jutottunk a stábban, miután végigbeszéltük a Nagy Zágon operatőrrel, vagy Horváth Szabó Ági producerrel, hogy nem tudjuk előre megmondani, hogy hogyan reagálnánk arra a helyzetre. Csak ott és akkor, abban a bonyolult érzelmi szituációban tudjuk ezt a döntést meghozni. Ezt előre nem lehet, mert lehet, hogy az a helyes döntés abban a helyzetben, hogy akkor most ez a film nincs, és lehet, hogy az a helyes döntés, hogy de ez a film van, és így van, mert ezt meg kell akkor is csinálni. Tehát ez lebegett a fejünk fölött, de semmiféle vésztervet nem találtunk ki. Rengeteg dolgot gondolom kivágtatok azokból az anyagokból, amiket Jani küldött, de azért én így utolsó kérdésként nagyon kíváncsi lennék arra, hogy milyen hatással volt rátok, amikor ezeket megkaptátok, tehát hogy ez nem csak annak az embernek nehéz, aki elküldi, hanem aki először végignézi, hogy ez az illető ott miket él meg, és gondolom, hogy azért jól megvagdosítottátok ezeket az anyagokat, nem csak amiatt, hogy minket kíméltek, hanem hogy össze kellett nyilván rakni egy koncepciót a filmbe. Igen, egyébként nem sokkal több, háromszor annyi anyagot vett föl a Jani körülbelül, mint amennyi benne van a filmben, tehát elég sok benne van, mert azért nagyon sokszor... 72 percben azért jól bele tudtátok igen, sűríteni. Igen, azért nem tudott mindig folyamatosan forgatni, persze. Hát olyan helyzetekben volt, ahol nem is volt áram. Ezt valahogy így... megpróbáltuk kiválogatni közbe, és nyilván engem sokkal inkább megnyomott maga a személy, tehát a családnak a személyes része az, hogy mi részt vettük az életünkből, mint ezek az anyagok. És ott az anyagválogatásnál sokkal inkább egy szakmai szempontból, hogy dramaturgiai szempontból, hogy lehet összerakni ezeket a töredékeket, egy történet ívvé hogyan lehet összeépíteni, az foglalkozottatott sokkal inkább. Hát egy nagyon komoly szeletet fogtál meg, azt hiszem az életünkből, a körülöttünk lévő életből, meg helyzetekből most ezzel a filmmel. Én azt ajánlom tényleg mindenkinek, hogy nézze meg. Én is alig várom, hogy megnézhessem. El is mondom, hogy 18 óra 20 perckor holnap megtekinthető itt Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában. Neked pedig nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél hozzánk, és elmondtad ezeket az információkat, meg megosztottad velünk egyáltalán a tapasztalataidat, élményeidet. További szép nap kívánunk neked itt Marosvásárhelyen, és hát nem is tudom, jó munkát, jó szórakozást? Hát inkább munka lesz. Inkább munkát. Azért picit próbálj meg egy kicsit.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is. Tehát a 9 hónap háború holnap 18 óra 20 perckor Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában megtekinthető. Most pedig folytatjuk mai műsorunkat méghozzá nemrégiben indult rovatunkkal, az Oxigénnel és Bagaméri Noémivel. Köszöntöm a kedves nézőket! Korábban már beszéltünk a környezettudatos vásárlásról, most azonban megnézzük, hogy hogyan lehet szatyrot, szütyőt készíteni, hogyan lehet új életet lehelni egy megunt ruhadarabba. Ezután pedig ellátogatunk a csíkszeredai piacra, és megnézzük a szatyor kölcsönzőt. Gyermekkorom óta anyukám mellett sokat vartam, és többek között az ujjamat is. Na, emiatt kb. 20 évre elment a kedvem a varrástól, és nemrég jött elő ez az igény, hogy valamit alkossak. Nagyon sok újrahasznosított anyaggal dolgozom, nagyon szeretek turkálóba járni, és az anyag minőségét figyelem mindig, hogy mi az összetétel, hogy néz ki. Tehát a tapintás az, ami elsődleges. És hát közben ugye a színek, meg hogyan lehet párosítani őket. Például farmerrel szeretek nagyon dolgozni, nagyon kemény anyag, nagyon strapabíró, nagyon tartós, és akkor ennek a farmer anyagnak egy új életet próbálok kreálni. Többek között táskát, szütyőt, neszeszert, és bármi, ami szükséges lehet a háztartáson belül és kívül is. Ez például az enyém volt, ez a farmer, ez a férjemé, gyerekfarmer, és mindegyiknek megvan a története, és így él tovább. Mindig azt nézem, hogy vásárlásaim során is, hogy az az illető anyag, vagy nadrág, vagy bármi hosszú távon nekem milyen hasznot tud hozni. Tehát például ugye a textiliák azok nagyon nehezen komposztálhatóak, esetleg égetőbe kerülnek az életük végén, és hogy ezeknek a tartós anyagoknak hogyan tudunk olyan életet, új életet kreálni, ami mellettünk tud maradni, tehát hosszú ideig. Hogy az anyagoknak a ruháinknak legyen története, és akkor ezek például a szütyőkbe új életet kapnak. Csukás Emese szatyorkölcsönzőt helyezett ki a csíkszeredai piacra. A Magdolna által vart szütyők és szatyrok közül néhányat elviszünk ide. Hogyha otthon maradt volna, vagy hirtelen beugrunk a piacra, mert valami eszünkbe jutott, akkor van rá lehetőség, hogy ezeket a szatyrokat, szütyőket kölcsönözzük. Mindenféle, tehát teljesen ingyen van. A kérés az, hogy visszakerüljenek lehetőleg, és nyugodtan lehet hozni megunt, vagy már nem, nincsen használatban szatyor készletünkből. Ezek mennek a piacra, és búcsút mondok nekik, és remélem, hogy hasznos munkát fognak végezni. Kezdett beindulni, eleinte nézték, hogy milyen zetbeó, pláne, meg azután elmeséltük két-három kuncsaftunknak, többen. Elvisz egy szatyrot, másnap visszahozza, de még olyan is volt, hogy harmat, négyet hozott pluszba. De és egészen jó. Jó az ötlet. Tetszik nekünk. Felesleges műanyag, szatyor, szél, hordja, patakok tele vannak nájlannal, flakonnal, nájlan szatyorral. Így meg környezetbarát. Van olyan, amikor nem tudunk odafigyelni, többen annak sorba, és nem veszi esetleg észre a kuncsaftunk, hogy ilyen is van. De hát, mit mondjak, 30-70%-ban még így, de reméljük, hogy beindul jobban ez egész program. Amennyiben otthon felejtjük a saját szatyrunkat, akkor bátran lehet a csíkszeredai piacon is kölcsönözni. Fontos, hogy ha elvesztük, akkor vigyük is vissza a kimosva. Ugyanakkor kipróbálhatjuk, hogy miként lehet varni szütyőt, szatyrot. Találkozunk jövő héten, addig is minden jót, viszontlátásra!
Persze nem csak Marosvásárhelyen az Alternatív Nemzetközi Filmfesztiválra lehet kilátogatni, hanem számos program várja az érdeklődőket Erdély szerte, úgyhogy érdemes egy kicsit körülnézni. Én azt mondom, hogy nézzük meg együtt a kimenőt Koszorús Krisztinával, lássuk, hogy milyen programokat ajánl éppen ő. Szép jó napot kívánok, sziasztok! November 6-a van, szerda. Tolcsvai Béla zenész, gitáros születésnapját ünnepeljük, aki 1946-ban, azaz 73 éve jött világra. 1893-ban pedig ezen a napon hunyt el Pjotr Iljics Csajkovszki, orosz romantikus zeneszerző. Én Koszorús Krisztina vagyok, és ez itt a Kimenő. A Creativity Egyesület idén is megszervezi országos gyerekfesztiválját 6-12 éves gyerekek számára a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi karán. A november 9-10-én zajló gyerekfesztiválon interaktív nagy játékokra, kulturális és sportbemutatókra, kézműves műhelyekre, tánctanításra és bátorságpróbára számíthatnak a gyerekek. A 25. évforduló bűvöletében hirdeti meg programjait idén a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár. A szervezők sajtótájékoztató keretében ismertették az idei vásár legnagyobb érdeklődésre számot tartó programjait, a kortárs magyar irodalom jeles szerzőivel, színházi előadásokkal és koncertekkel, valamint 41 kiadó 15-20 ezer könyv címével várják a látogatókat november 14 és 17-e között a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház épületébe. Az idei 11. nagyváradi könyvmaratont november 7 és 9-e között szervezik meg a Szigligeti stúdióban. Az adi év lezárásaként különleges versenyt hirdetnek a könyvmaraton szervezői. Péter I. Zoltánnal, az adi életrajz szerzőjével kiválasztanak három momentumot Adi Endre életéből, és ezt három szerző között kisorsolják csütörtökön. A szerzők vállalják, hogy péntek délutánig színdarabot írnak belőle, amit majd három rendező között sorsolnak ki, hogy szombat délutánig felolvasó színházi előadásként megrendezzék. A darabokat szombaton a maraton zárónapján láthatja a közönség a Szigligeti Társulat színművészeinek előadásában. November 5 és 8-a között 4 nap alatt az elmúlt időszak 4 fontos előadását tűzi műsorára a Szatmár Németi Északi Színház Harag György társulata. A szóban forgó produkciókat a szatmári közönség bérletes vagy választott bérletes előadásként láthatja a mini évad keretében, de a néhány üresen maradt helyre jegyeket is lehet váltani. A következő előadásokat lehet megtekinteni a mini évad utolsó két napján. November 7-én a tavasz ébredése, valamint november 8-án Rasputin ébredése című előadások. Ennyi volt a mai kimenő, én búcsúzom önöktől Csajkovszki szavaival. Nem az emberek közti kapcsolatok hoznak bennünket egymáshoz közel, hanem a gondolkodásmód és az érzések azonossága. Köszönöm figyelmüket, visszatért a szép idő, használjuk ki. A viszontlátásra! Mai műsorunkat sem zárhatjuk le a híradó előzetese nélkül, így Lovász Ágotát kapcsoljuk a híradó stúdiójából. Szervusz Ágota, gondolom izgalmas ez a hét a közéletben és a politikában is egyaránt. Mivel várjátok ma a nézőket? Szervusz Petra, ahogy azt vártuk, a liberális kormány megkongatta a vészharangot. Azt állítják, hogy a PSZD kiürítette az államkasszát. Az új pénzügyminiszter szerint a szekrény tele van csontvázakkal, meghamisított adatokról beszélt, és megjósolta, hogy várhatóan nem sikerül 3% alatt tartani az államháztartási hiányt. Ludovik Orbán miniszterelnök ugyanakkor a tettek mezeire lépett, nagyarányú tisztogatást helyezett kilátásba a közintézményekben, úgy fogalmazott, izomlázat fog kapni, annyi felmentést kell aláírnia. Nyilván a PSZD által hátrahagyott tisztségviselőkre utalt. Emellett még a tél beállta előtt elsüthetjük a járná nujka várá poént. Váratlanul érte ugyanis a hatóságokat az influenza szezon, nincs készleten oltóanyag sem a patikákban, sem a családorvosoknál. Mutatjuk úgy, hogy miről lesz szó a mai híradóban, 7 órakor kezdünk, tartsanak velünk! Egyeztettek. Az Ozvoldi katonatemetőben tájékozódtak ma a román, a magyar, az orosz és a német hadisír gondozó hivatalok képviselői. Kovács Vilmos ezredes nyilatkozott híradónknak. Vészhelyzet. Az ország pénzügyi helyzetéről számolt be az új kormány. Azt állítják, hogy a távozó PSZD kabinet kiürítette az államkasszát, de Ludovik Orbán felszámolja a nepotizmust. Környezetbarátok. Elkészült Kovászna megye jövő évi hulladékgazdálkodási terve. A 2 évvel ezelőtt átadott Lécfalvi integrált hulladékkezelő központot mutatták be a sajtónak. Késésben. Hiányciknek számítanak az influenza elleni oltóanyagok Romániában.
Szakemberek szerint hetekkel ezelőtt el kellett volna kezdeni a lakosság immunizálását. Ennyi volt már a Mozaik, köszönöm a figyelmüket, holnap is tartsanak velem, hiszen egy olyan zenekar lesz a vendégem, aki az X-faktorban menetel előre innen Erdélyből. Nem másról van szó, mint a Kalandorokról, úgyhogy holnap este velük várjuk majd önöket, illetve lesz egy másik vendégem is, de ez majd meglepetés, tehát holnap is érdemes lesz velem tartani. Ne felejtjék, iradó után sajtóprés élőben itt az Erdély Magyar Televíziónál, úgyhogy maradjanak velünk továbbra is, a viszontlátásra. We'll be right back.